Budapest közösségi oldalán fenyegették meg Vasvári Vivient, 28. A feleségek luxus kivitelben csinos szereplője nyíltan vállalja életvitelét és külsejét, ez a nyitottság azonban nem mindenkinek tetszik. A Blicknek elárulta, egy rajongója, azt írta neki, elrabolja a gyermekét. Annak ellenére, hogy reménykedett benne, nem lehet komoly a fenyegetés, megtette a szükséges lépéseket az üzenet küldőjével szemben. A műsorral és a nyíltságommal sok negatív dolog is jár. Vannak fura emberek, vagy piti csalók, akik furcsa üzenetekkel akarnak a közelembe férkőzni. Például volt egy eset, amikor valaki, mint később kiderült, egy hamis profilról, azt írta, el fogja rabolni a gyermekem, mesélte Vivien. Rögtön jeleztem neki, feljelentést teszek. Utána törölte a profilját, eltűnt az internetről, és azóta nem jelentkezett. Nem tolerálom az ilyesmit és ezt javaslom mindenkinek, aki hasonló helyzetbe kerül. Ne engedjen a zsaroló zaklatóknak, érthetően nagyon felkavarta ez az eset, hiszen nem csak őt, hanem a családtagjait, gyermekeit is fenyegették. Nem is értem az ilyen embereket. Mit gondolnak magukról? Minden ilyen zaklatót, ügyeskedőt rögtön le kell szerelni. Meg kell tenni a szükséges lépéseket, akár feljelentést is, még akkor is, ha sokszor csak kemú profil mögül szemétkedő trollokról van szó, mondta el lapunknak határozottan a Viasat 3 sztárja. Nem ez volt az egyetlen ilyen eset, nemrég megkereste, egy ember, aki intim fotókkal próbált pénzt kicsalni tőle. Azt mondta, eladja újságoknak a fehér neműs képeimet. Nevetséges, hiszen én vállalom a testem, számos ilyen képen van. 18 éves koromtól gyakran készítettem a párjaimnak ilyen naptárt, akár születésnapra vagy karácsonyi ajándékként, tette hozzá Vasvári Vivien. Nemrég posztoltam az Instagramon is a 18 éves korombeli fotóimat, amelyeken fehér neműben vagyok. Nem szégyellem, hogy akár mesztelen képeket is találnak rólam. Ezért ez egy üres fenyegetés volt. Mit tehetünk a zsarolók ellen? Az általános tanács, hogy rejtsük, védjük a személyes adatainkat, és rögtön jelezzük a hatóságoknak, ha az interneten keresztül bármilyen támadás ér bennünket. Dr. Kamarás Péter, a Blick jogi szakértője elmondta, ma már fejlett módszerrel vizsgálja a rendőrség az ilyen jellegű zaklatásokat. Ismeretlen tettes ellen lehet feljelentést tenni. Ilyenkor a hatóságok az internetes zaklatásra szakosodott része indíthat nyomozást. Első körben mindig a szolgáltatót ellenőrzik, ugyanis az ilyen típusú emberek mindig a szolgáltatók pajzsa mögé bújnak, kihasználva a névtelenséget.